Sziasztok! Üdv újra itt a csatornámon! Ez a videó most azért fog megszületni, mert ezt ti kértétek, vagy hát pontosabban egy kedves kommentelő kérte a kérdezzetek nyereményjátékos videónál, hogy csinálhatnék egy olyan videót esetleg, amiben ajándékötleteket adok Valentin napra, fiúknak és lányoknak is, és mivel mindig mindent megcsinálok, amit akartok, ezért itt van ez a videó. Előtte meg kell viszont említenem, hogy mi nem ünnepeljük a Valentin napot párommal, lehet, hogy annó a múltban, vagy vele, vagy más exemmel valamit így tartottunk, vagy csináltunk valamit, arra már nem emlékszem, de mivel én ezt nem tartom olyan hú de nagy ünnepnek, ezért mi nem fogjuk egymást megajándékozni, sőt, szerintem itthon sem lesz sajnos, mert mennyi van? 6-a van, jövő héten 13. Ja, jövő hét 14-e péntek, de akkor itthon lesz, oké. Lényegtelen. És ezek az ajándék ötletek, amiket most mondani fogok, attól is függnek, hogy ti milyenek vagytok, hogy a párod milyen. Ez alatt most azt értem, hogy én például eléggé romantikus típus vagyok. Régen nagyon nyálas romantikus típus voltam, szóval az exeimnek, amiket most mondani fogok, ajándékötletek, bármit tudtam volna adni ezek közül, és örültek volna neki, mert ők maguk is ilyen nyálas romantikus típusok voltak. Na hát most 23, lassan 24 éves fejjel már csak romantikus vagyok, szóval persze, hogyha engem lepne meg a párom valami nagyon, nem tudom, mondjuk egy kis párnával a közös képünkkel, akkor én nagyon örülnék neki, viszont hogy a párom nem romantikus típus, és egyáltalán nem nyálas típus, szóval hogyha én adnék neki egy kis párnát a közös képünkkel, akkor nem biztos, hogy kiröhögne, az is lehet, hogy kicsit még fel is idegesítené magát, hogy miért adtam ki ilyen szarra pénzt. És közben eszembe jutott, hogy nem húztam kit mellőlem a hajvasalót. Szóval ez nagyban függ attól, hogyha ajándékozni akartok, hogy milyen a párod, mennyire szereti az ilyen dolgokat. Férfiaknál szerintem ez inkább ritka, hogy tetszik nekik, hogyha nagyon-nagyon szerelmesek, akkor valószínű, hogy tetszik. Például én az első exemtől kaptam annó olyan kirakót, egy szívecske alakú kirakót, amin a közös csókolózós képünk volt. Szóval tudtam, hogy ő nagyon szerelmes belém. Aztán később volt egy párom, aki szerelmes leveleket írt nekem. Ő is nagyon, ő mondjuk eléggé érzékeny lelkű volt. Annyira nem nekem való. Mondjuk akkoriban én is nagyon szerelmes leveles voltam, meg ilyen történeteket írtam, meg leírtam, hogy ezt érzem, azt érzem, így hiányzol, úgy imádlak. Szóval tinédzserként szerintem ezt nem kell úgy bemutatni senkinek. Na, de most már abban vagyok, hogy inkább, hogyha már ajándékozom, akkor az legyen praktikus, és szerintem is legyen tök jó ötlet, és hasznos legyen, stb. Főleg, hogyha már együtt laktok, és egy kis lakásban laktok, akkor inkább olyan ajándékra gondolj, ami tényleg vagy hasznos, vagy esetleg meg lehet enni, vagy esetleg élmény. Ezzel is, és erre az élményre is ki fogok térni, de először azokat a példákat, ötleteket szeretném veletek megosztani, amik ingyen vannak, vagy legalábbis nagyon kevésbe kerülnek, hogyha esetleg valamire szüksége van a hobbiboltból, valami színes papírra, vagy kartonpapírra, vagy valamilyen összefűző. Attól függ, hogy mennyire vagy kreatív, és mennyi időt, és erőt, és pénzt szeretnél rászánni. Hoztam magamnak egy kis puskát, hogy el ne felejtsek mindent. Az első, ami szerintem egy baromi jó ötlet, igazából nem csak pároknak, hanem másnak is esetleg, de most Valentin napról van szó, azok a kuponok. És most nem a bevásárlási utalványra gondolok, vásárlási, hanem egy ilyen saját készítésű kis kuponfüzetről, ami olyan dolgokat tartalmaz, amit úgy azért nagy ritkán megteszünk mondjuk a szerelmünkért, de tényleg csak nagy ritkán, mint például én olyanokat tennék be most egy hirtelen ötletként egy kuponba, hogy egy órás hátmasszázs, vagy
kinyomkodom a pattanásaid a hátadon, most ez pont hülyesség, de hogy értitek, hogy ilyen, tehát megfőzöm a kedvenc kajádat, akkor is, hogyha nekem nem ahhoz, nincs ahhoz kedvem, vagy egyszer azt nézzünk, amit te akarsz, akkor is, hogyha én nagyon nem akarom azt nézni. Meg mit tudom én, meg milyen, hát tudjátok, ilyen kis kupon. Most lehet szexuális irányba is elvinni ezt az egészet, ez mondjuk inkább lenne az én stílusom, mert úgy túl sok mindent én nem tudok így hirtelen kitalálni így a páromnak. Én vagy viccesre fognám az egészet, hogy ha egyszer kimegyünk bulizni, akkor te választhatod ki, hogy mit vegyek föl. Vagy ilyesmi. Szóval én inkább poénosra venném a vonalat, vagy szexire, hogy mondjuk itt tudom én, ha egyszer így csinálok, egyszer úgy csináljuk, itt egy kupon, hogyha egyszer nincs kedvem, de neked nagyon van kedved, akkor ezt felhasználhatod. Most ez egy kicsit egy hülyeségnek hangzik, de tudjátok, hogy ilyen kis szexi kuponokat, vagy egy erotikus érzéki hátmasszázs viasszal, vagy egyszer csinálhatjuk seggbe, mikor te akarod, én meg nem. Na, nem akarok 18 plusz irányba elmenni, csak hogy értsétek, hogy kuponfüzet. És ez vagy ingyen van, hogyha csak úgy csinálsz egy-két cetlit, vagy szépen meg tudsz rajzolni kupon, színes, vastag papírokat fogsz, az egészet összefűzöd egy szalaggal, stb. Stb. Aztán a másik ingyen vagy olcsó dolog, az egy képkollázs. Tudsz saját magadnak is barkácsolni képkollást, hogyha nincsen egy olyan nagy képkereted, amiben több képet lehet tenni. Ezt például úgy tudod megtenni, hogy fogsz vagy valamilyen sima keretet. Bocsánat. Vagy összeszögelsz néhány fát, az legyen egy kereted, és madzagot húzol végig, és erre a madzagra pedig ilyen kis csipeszekkel így rá tudsz tenni mindenféle képet, a közös élményeitekről, közös képek, esetleg a kutyátokról kép, a gyereketekről kép, családotokról, barátaitokról közös képek. Szóval egy ilyen képkollázs, hogyha szép, szóval ez legyen szép, hogyha már kikerül a falra, és hogyha van amúgy is egy olyan falatok, ahova mindig is akartatok valamit lógatni, de nem tudtátok mit, akkor ez tök jó ötlet szerintem. Saját díszített kép keret, benne egy közös kedvenc képetekkel, ezt írtam még fel. Fogsz egy tök normál képkeretet, vagy egy régit, vagy veszel egy újat, és azt személyre szabod. Szóval például rá tudsz ragasztani színes ruhagombokat, vagy hobbiboltban tudsz venni ilyen kicsi fa szívecskéket, vagy igazából bármit, fogod a ragasztópisztolyodat, és bármit ráragaszthatsz erre a képkeretre, vagy ráírhatsz valamit. Ennek tényleg csak a képzelet szabhat határt, és ebbe beleteszed, kinyomtatod az egyik kedvenc, legjobb közös képeteket. Szerintem ez is egy tök jó ajándék. És nem túl nagy porfogó. Aztán ez egy tök alap dolog, szerintem egy ilyen alap ötlet, hogyha nem is ajándékoztok, várd a kedvenc kajájával és a kedvenc süteményével. Tudom, ez csak akkor oldható meg, hogyha te érsz haza sokkal előbb, és van erre időd, de szerintem azzal sincs egyáltalán baj, hogyha már mind a ketten otthon vagytok, és megmondod a párodnak, hogy figyelj, én ma szeretnék neked kedveskedni Valentin nap alkalmából, én most 2 órát a konyhába leszek, ne haragudj, ha akarsz, jöhetsz is. Beszélgethetünk közben, vagy segítesz, vagy ha szeretnél, leülhetsz a tévé elé, és nézhetsz focit, és én hozom neked a sört, amint készod. És ezt nagyon fogja értékelni, ez egy tipikus mondás, hogy a férfihoz a gyomrán átvezet az út, vagy valahogy így van, lehet, hogy most megfordítottam, de értitek, és ez tényleg így van. Aztán, ja igen, és ehhez még hozzáírtam zárójelbe, hogy és ha már megcsinálod mondjuk a kedvenc kajáját, akkor azt tálalhatod esetleg szívecske formában. Például, hogyha nagyon szereti a pizzát, akkor csinálhatsz saját kezű pizzát, és azt az egészet szívecske formájúra alkothatod, vagy csinálhatsz palacsintát, mondjuk ez kicsit nehezebb, palacsinta tortát mondjuk, ami szintén szívecske formájú, vagy tükörtojást, ami hát megpróbálhatod szívecske formájúra, de nem fog sikerülni, vagy úgy
bármit, a pirítóst ki tudod formázni szívecska alakra, szóval értitek. Aztán folytassuk azzal, hogy egy do-it-yourself kis könyv, amiben leírod, hogy mi mindent szeretsz benne. Ez egy kicsit nyálasabb ajándék, én ezt a mostani páromnak már biztos nem adnám. Foghatsz esetleg, ez is olyan, hogy vagy ingyen csinálod, vagy ingyen van, vagy kicsit költesz rá, hogyha egy minőségibb kiskönyvet szeretnél, hogy fogsz vastagabb papírlapokat, és arra esetleg ilyen kis pálcika emberekkel rajzolsz valamit, vagy csak szimplán minden oldalra, esetleg van nagyon szép betűtípussal, más színnel, esetleg csillogós zseléstollal, stb. Leírod, hogy mi mindent szeretsz benne, és akkor esetleg a borító szólhat is arról, hogy a 10 dolog, amit a legjobban szeretek benned, vagy 20 dolog, amit a legjobban szeretek benned, vagy itt is átmehet ez egy kicsit viccesebb irányba, hogy mondjuk az, arról szól ez a kiskönyv, hogy 10 dolog, amit szeretek benned, és 15, amit utálok benned. Vagy ilyesmi, hogy, vagy nem is kell az, hogy mit szeretek benned, hanem én, ha már ilyesmit ajándékoznék páromnak, akkor én nagyon olyasmit csinálnék, hogy 15 dolog, vagy 10 dolog, ami idegesít benned. És akkor az első oldalon az lenne, hogy mit tudom én, piszkálod a lábujjaid közét. Vagy hogy fingasz az ágyban. Vagy ilyesmi. És akkor ezekhez lehet esetleg ilyen kis smiley-kat rajzolni, vagy ilyesmi, hogy tudja, hogy ezt most nem bunkóságból csinálod. Én biztos, hogy ezt is inkább egy ilyen viccesebb irányba vinném el. Szerintem ez egy átgondolva tök jó ötlet. Vagy hogy 10 dolog, amit nem utálok benned. Szóval értitek. Aztán, hogyha ügyes vagy, jó a kézügyességed, akkor vállalkozhatsz arra, hogy rajzolsz rólatok egy képet. Vagy festesz, vagy mozaikot csinálsz, ami éppen neked inkább tehetséged. Vagy fogsz egy képeteket, és azt lerajzolod. Vagy ha te ezt nem tudod olyan jól, akkor megkérdezed az egyik haverodat, aki pontosan tudod, hogy 10 perc alatt olyan képet rajzol, hogy beszarás, és ő neki megmondod, hogy figyelj, tessék, itt van, mit tudom én, 1000-2000-3000 forint, és itt van ez a kép rólunk, léci, rajzolj már le minket. Én magam is kaptam annó Exemtől egy ilyen képet, hogy volt rólam egy kép, egy tinikori kép, vagy hát mikor vele együtt voltam, akkor nem volt még tinikori, és ő azt a képet lerajzoltatta egy lányismerősünkkel, akiről én akkor nem is tudtam, hogy tök jó rajzol, de ő tudta, és ráadásul úgy rajzoltatta meg, hogy rajtam legyen az árvenes nyakláncom, és egy ilyen tünde fejdísz, szóval hatalmas ötlet volt szerintem, nagyon inspirált, vagy hogy mondják, imponált, nagyon imponált. Aztán, ami szintén jó ötlet lehet, az egy saját készítésű kis plüss állat. Ezt sem kell túl ragozni, nem kell nagyon nehéz valamit kitalálni. Például velem párommal, és szerintem a legtöbb pár amúgy így van, hogy van egy közös ilyen benfentes vicc állat. Vagy ezt most hogy mondjam, szóval valaki cicának hívja a párját, valaki mackónak hívja a párját, engem páran az elején nusikának hívott, vagy nyuszikának, és nálunk mindig megmaradt ez a ízja, hogy a fehér kicsi nyuszi az ilyen nézd, egy fehér kis nyuszi, és hogyha látok valami fehér kicsi nyuszis tárgyat, akkor az ilyen nézd, ezek mi vagyunk, vagy nézd, ez egy kis nyuszi, szóval értitek. És én biztos, hogy egy fehér kis nyuszit csinálnék, egy ilyen kicsi párnát, mondjuk egy ekkorát, és ez sem túl nehéz, fogsz mondjuk egy törölköző anyagot, vagy egy kord anyagot, vagy amiből szeretnéd csinálni, megrajzolod kétszer azt a formát, erről tudsz biztos Google-on keresni ilyen sablonokat, mert hogy csak egy körvonal elég az állatkának. Például a nyuszit én úgy csinálnám meg, hogy így van, és akkor itt van egy kis bolt, és így jön, és akkor itt van a feje, és akkor így van egy füle, szóval ilyen oldalról fekvő nyuszi, semmi extra. És ezt kivágod, mert megrajzolod és kivágod, mondjuk én egy fehér törölköző anyagon csinálnám, kivágod a kettőt, fogsz egy kis vattát, félrerakod. És aztán kifordítva, fontos, hogy mind a kettő, hát, hogy te mind a két oldalon, hogyha így összerakod, az anyagnak a belsejét lásd,
és ezt így a szélén összevarod, és a végén hagysz egy lyukat, azon keresztül betömöd a vattát. Nem, bocsi, összevartad, hagysz egy lyukat, kifordítod, hogy most már a normál anyagot lásd, és akkor betömködöd vattával, és azt a kicsi lyukat akkor így kívülről összevarod. És hogyha esetleg akarsz rá szemet, akkor belefűzhetsz egy fekete kis gyöngyöt, vagy csak megrajzolod egy fekete filctollal, és kész, és hidd el, hogy még hogyha nem is olyan romantikus a csávó, nagyon értékelni fogja, hogy ezt te magad megvartad, és hogyha mondjuk ő hív téged cicámnak, akkor mondjuk egy cicát csinálsz, vagy ha ő neked a mackód, akkor megrajzolod, vagy megcsinálsz egy kis mackó plüst, és szerintem ez is nagyon jó ötlet tud lenni. Hú, hosszú videó lesz. A következő, ami szintén, hát vagy ingyen van, vagy annyiba kerül, hogy veszel valami szép noteszt, és közös bakancslista. Szóval ez lehetne az, hogy együtt mindig gyűjtitek az ötleteteket, mi ezt annó elkezdtük párommal, hogyha valamit így láttunk, vagy hallottunk, hogy szép hely, jó hely, egy szép vár a közelben, stb., hogy ezt írjuk föl, ide egyszer elmegyünk. És akkor ilyesmi, és erre, hogyha van egy ilyen szép kis füzetetek, egy közös bakancslista, esetleg ennek az elejére is ragaszthatsz néhány képet, vagy csinálhatsz egy képkollást, az is tök jó ötlet. Aztán az utolsó dolog, hogy egy fotóalbumot veszel, igazából készíteni is lehet, de ezt mondjuk egyszerűbb venni, és beleragasztod az összes képes lapot onnan, ahol jártatok, blokkokat, belépő jegyeket, egy-két közös képet, ilyen polaroid képet, stb. Stb. Én az a fajta vagyok, aki ilyesmiket eltesz, szóval nekem megvan a közös Metallica koncert belépő. Én mindenhol, ahova csak megyünk, veszek képes lapot, koncert, ja nem, azt már mondtam, de más koncertről is megvan, mondjuk a karszalag, néhány blokkot megtartok nyaralásról, vagy ilyesmikről, meg ilyenek. Én ezt szeretem megtartani, és ez gyűjtve is van nekem egy fotóalbumban, hogy majd egyszer megcsinálom, és körülbelül 7 éve megvan ez a fotóalbum, szóval még olyan dolgok is vannak benne, amiket úgy exemmel csináltam, de majd egyszer elkészül. Ja, szóval ez is tök jó ötlet. És akkor térjünk át arra, hogy pénzért miket tudsz venni, miket tudod meglepni a párodat. És mivel említettem, hogy élmény, nem tudom, hogy Magyarországon van-e My Days, vagy Jochen Schweizer, de ezek olyan dolgok, hogy élmények. Hogyha Németországban élsz, akkor én inkább a My Days-et ajánlom. Mind a kettő oldal olyan, hogy meg tudod keresni, hogy mi van a lakóhelyed környékén, és mindenféle élmény van. Szóval én vettem már szüleimnek gyertyafényes vacsorát, vettem már magamnak és exemnek brunchot, szóval ilyen reggelit, ilyen svédasztalos reggelit. Egyik exemnek vettem olyat, hogy repülőszimulátorral mehetett, aztán a mostani páromnak tavaly évfordulóra vettem olyat, hogy egy több órás kenu és kajaktúra. Erre idén fogunk elmenni. Szóval, hogy tudjátok, így élmények. Van olyan, hogy trambulinugrás, van olyan, hogy mehetsz helikopterrel, van olyan, hogy igluban aludhatsz, van olyan, hogy egy bubble hotelben aludhatsz, van olyan, hogy huskik húznak szánon, van olyan, hogy hőlégballon utazás, meg ilyenek, szóval élmény. Ja, wellness is vettem már magunknak, párommal egy egész napos wellness, szaunával, gőzkabinnal, párom nővérének is vettünk már ilyet, szóval tényleg itt rengeteg minden van, valami olcsó, valami drága, de igazából, hogyha kettőtöknek veszed, akkor nem baj annyira, hogy drága, mert igazából te is jól jársz vele. Ja, hogyha otthon nincsen My Days és Jochen Schweizer, de mondjuk szerintem Jochen Schweizer talán már láttam otthon, akkor Airbnb-n is láttam, pont ma, amikor kerestem Budapestre szállást, hogy Airbnb-n is vannak ilyenek, hogy például körbevezetnek Budapesten, elvisznek egy ilyen fotoshooting túrára, megmutatják a legjobb ilyen piacokat, meg kajáldákat, meg ilyesmi, szóval vannak ilyenek is, vagy befizeted masszázsra, stb.
Ha már a shootingnál tartunk, akkor ezt is felírtam magamnak, hogy egy közös fényképezkedés, egy shooting, ahol tök jó képeket csináltak rólatok, vagy veletek a kutyátokkal, vagy a családotokról, stb. Szóval ez is szerintem tök jó ötlet. Mi is pont pár hete voltunk egy fotoshootingon, és gyönyörű szép képek lettek belőle. És ez otthon egyáltalán nem drága dolog, a shooting. Szóval itt Németországban rohadt drága, de otthon emlékszem, hogy én többször jártam fotózásokra, és nagyon olcsó. Mert hogy nem úgy fotózás, hogy ők fizettek, hanem hogy nekem volt szükségem képre, és nagyon olcsó volt. Aztán egy párna, vagy egy pléd, vagy egy bögre, vagy egy telefontok, vagy egy tablettok, a saját közös képetekkel, vagy egy képkollázzsal. Vannak ilyen személyre szabható bögrék is például, hogy ez biztos, hogy beírjátok Google-ba, biztos találtok ilyet, hogy kiválaszthatsz motívumot, esetleg valami írást, egy dátumot rá tudsz írni, vagy egy közös képet alatta az évfordulótokkal például. Rengeteg ilyen személyre szabható dolgot lehet rendelni már interneten, és ha most rendelitek, még meg is érkezik egy hét alatt, ha minden igaz. Aztán, ja, pléd, párna, ilyeneket is lehet kapni, ez ugye inkább a drágább verzió, legalábbis a pléd, de mondjuk hogyha bemész egy fotóoptikába, vagy egy ilyen nyomtatós helyre, ilyen internet kávézóba, hogyha még létezik ilyen, akkor biztos, hogy nem drága, hogy fognak egy nyomorult kis fehér párnahúzatot, amire rányomtatnak egy képet. Illetve a DM-nél is lehet ilyet csináltatni, lehet, hogy a Rossmannnál is, azt nem tudom, de a DM-nél vannak ilyen mindenféle személyre szabható dolgok, szóval én először a DM-et ajánlom, mert azt tudom, hogy olcsó. Ja, mit írtam még föl? Brunch, szóval egy ilyen kis villás reggeli, svédasztalos reggeli. Bocsánat. Ja, az is tök jó. Lehet, hogy reggel úgy, vagy délelőtt elmentek, jól beszabáltok, és tök romantikus. Aztán kulcstartó, abból is van mindenféle, ami nekem nagyon tetszett, de inkább nem rendeltem meg, mert nem tudtam, hogy párom használná, hogy vannak olyan kulcstartók, amin angolul az van írva például, hogy vezess óvatosan, mert várunk haza, vagy kulcs a szívemhez, vagy ilyesmi. Szóval ilyet is tudtok nézni. Aztán akkor mondjuk ez az utolsó pont, társas játék, felnőtteknek való valamilyen vicces társas játékot vehetsz, amivel tudtok játszani is mondjuk Valentin nap este. Ezt a gondolatot tovább viszem, hogy lehet ez felnőtteknek való erotikus társas játék is, mert vannak ilyenek. Még tovább viszem, szexjáték. Ez szerintem egy relatíve alap ajándék vagy tevékenység ötlet Valentin napkor, hogy az emberek dugnak, mint anyulak. Ja, itt Németországban hatalmas nagy reklámot fektetnek ennek, vagy hogy mondjam. Itt nagyon sok sex shop és online szexjátékbolt is van. Tényleg rengeteg, és nagyon sokszor megy a tévében is ilyenre. Mondjuk én nem nézek tévét, csak emlékszem, mikor még néztem, hogy nem tudom hányszor egy nap mennek ezek a sex shopos reklámok, és nem csak éjjel, de mondjuk ezek nagyon jól vannak tálalva, mert egyáltalán nem az a gusztustalan, mutogatós fajta reklám, hanem esetleg még vicces is, valami fülbemászó dallammal. És ez szerintem ez ilyen elronthatatlan ajándék ötlet, hogyha nem irtóztok az ilyesmitől, hogy egy... Most, akit nem érdekel a 18 pluszos rész, vagy esetleg fiatalok vagytok hozzá, akkor most kikapcsolhattok, akkor sziasztok, köszönöm, hogy megnéztétek, és legközelebb újra találkozunk. De például szerintem az ilyen alap szex játékok, amihez nem kell olyan hú, de nagyon nyíltnak lenni. Szóval most nem azt mondom, hogy vegyen melbimbó piercinget, és kínozzátok egymást, mert ahhoz már tényleg egy olyan beállítottság kell, de mondjuk egy ilyen alap dolog, az mondjuk egy vibrációs gyűrű, vagy egy olyan sikosító, ami így bizserget odalent, vagy csak egy szembekötő, egy ilyen hozzákötő, kéz összekötő, bilincs, vagy szépen egy nagyon szexi piros fehérnemű, esetleg egy ilyen kis masnival, mint hogy egy kis csomag lennél, vagy mik vannak még ilyen alap dolgok.
korbács az talán inkább nem egy alap dolog. Meg kaphatók ilyen kifejezetten pároknak való vibrátorok. Most, hogy ez hogy működik, azt hirtelen nem jut eszembe, mert nem hiszem, hogy párom bármit is akarna, hogy én bedugjak neki. De szóval, hogy értitek, hogy vannak ilyen dolgok, vagy ha tudod jól a párodról, hogy mondjuk már 6 éve azzal piszkál, hogy próbáljátok ki a hátsó bejáratot, akkor mondjuk esetleg rászánhatod magad, és ahhoz léteznek ilyen mindenféle segédeszközök, ilyen ellazító spré, ellazító, sikosító, ilyen kis ízjánvel, na, hogy mondják, ki tudod magad belül tisztítani, stb. Szóval szerintem Valentin napra ez is egy ilyen alap dolog, hogyha még a kapcsolat elején, már nem csak akkor igazából, akkor is jó, hogyha már 10 éve együtt vagytok, és már unjátok a banánt. Szóval ezt igazából nem tudom, hogy ezt milyen korosztálynak ajánlanám. Én tinédzserként sokkal inkább próbálkoztam ilyen dolgokkal, mint manapság, mert most már pontosan tudom, hogy mit akarok, pontosan tudom, hogy mit szeretek, és mi az, ami nem érdekel, vagy... Mert meg igazából, ami érdekelt, aztán mind kipróbáltam, szóval ezt nem tudom, hogy milyen célcsoportnak tudnám ajánlani, de ez is egy ötlet. És ennyi lett volna, bocsánat, hogy a végére elmentünk ilyen szexuál-pszichológusi vonalba. Halványlag gőzöm nincs, hogy ez nektek tetszik-e, hogy nyíltan beszélek róla, vagy inkább kurvás, nem tudom, tényleg nem tudom. De én tök nyugodtan beszélek az ilyen dolgokról, szerintem látjátok is rajtam, hogyha feszkósan beszélek szex témáról, az csak azért van, mert attól félek, hogy ez nálatok nagyon negatívként fog lejönni, hogy nézd már a ribancot. Ez már megint faszon gondolkodik. Erről szó sincs, csak hát emberek vagyunk, és hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy Valentin napon ne szexelj. Vettél fehér neműt? Ne vedd föl. Azt mit gondolsz, Valentin napkor? Semmi köze nincs hozzá. Értitek. Na hát akkor tényleg ennyi lett volna a videó. Remélem tetszett, és az, aki írt a kommentbe, hogy egy ilyen videó szívesen látna, remélem, hogy ilyesmire számított. És bocs, hogy nem barkácsoltam, de semmi kedvem nincs barkácsolni, főleg úgy, hogy nem is adnám oda páromnak. Ja. Meg még beteg is vagyok, még egy kicsit ráadásul. Szóval úgy voltam vele, hogy elmondom nektek, hogy milyen ötleteket szedtem össze, és hogyha valamelyik ilyen csináld magad, ilyen do it yourself ötlet tetszett, akkor googlizzátok meg saját magatok. Hogy mit hol tudtok bevásárolni, stb. Én Szeni voltam, legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!